Üdvözlök mindenkit, én Dárpét Attila vagyok, ez pedig a Bloodborne végigjátszásunk harmadik része lenne. Legutóbb kinyitottuk ezt a shortcutot ugye, ami visszahoz ide centráljárnám lámpájához, és azt terveztem, hogy ebben a részben megöljük a Cleric Beast-et. Illetve kihagytam egy pár lootot itt útközben, azokat felvesszük még itt gyorsan, például ezt a Bloodstone Shardot. Illetve idebent is életben hagytam kettő ellenséget. Őket is elintézzük gyorsan. És úgy terveztem, hogy lemegyek még a csatornákba is, miután megöltem a Cleric Beast-et. A Pungent Blood Cocktail és 4 Quicksilver Bullet. Na, olvasni való! Mikor a vadászat elkezdődött, a gyógyító egyház elhagyott minket. Elzárta a nagy hidat, ami a katedrálisba vezetett. Ahogy Old Yharnamot, a porig égették azon a holdfényes éjszakán. Igen, a gyógyító egyház volt gyakorlatilag mindenért a felelős, porig égették Old Yharnamot. Ha jól emlékszem, azért, mert ott kezdődött el igazán ez a bestia pestis, ha lehetne annak nevezni, ez a betegség. De minden esetre örülök neki, hogy itt meghaltak a farkasok, nem spawnoltak újra az NPC-k. És na jó. Jöjjünk megölni a bosszot. Igen, ezeket a téglástrollokat rendkívül egyszerű leterrizni. Fogalmam sincs, hogy miért nem úgy ölöm meg őket. És miért kockáztatom az életemet, ahogy látjátok. Borzasztóan kockáztatom az életemet, majdnem majd önütött. Na, kettő Blood Vial, nagyszerű, 158 Blood Echo. Hú, de gyönyörű egyébként. Nagyon hangulatos a játék. Reméljük, hogy elsőre meg lesz a Cleric Beast. Hello. Igazából egy ilyen tipikus tutorial boss. Hát, oké, köszönöm szépen. Tehát egy nagy bestia, gyakorlatilag egyetlen egy jó taktika van ellene, az pedig az, hogy legyetek a seggében. És úgy alig ha tud eltalálni. Kicsit dadogok most, nem tudom miért. Kicsit olyan a kezem amúgy, mint Manusnak, nem? Ugye a délsegből. És köszönjük, hogy azt a szekeret szép bontottad, viszont azt a sérülést nem köszönöm meg. A Cleric Beast-tel nekem egyetlen egy probléma van, hogy rengeteg HP-ja van. Tehát egy ekkora bestiától mire számítsunk. Viszont azt hiszem, hogy a tűz az nagy gyengéje. A zene viszont rohadt jó. Azaz, heavy. Nagyszerű. Még egy. Hú, hát. Nagyszerű. Igen, itt általában így használom a fejszémet. Mindig is így használtam ennél a bossnál. Igen, ez egy kameraharc gyakorlatilag, olyan, mint a Nameless King. Na jó, váltsam most már a bárbra. Ez nem tudom, hogy nem kapott el. Jó, nem, az alabárdán nem. Jó, inkább gyorsan híleljünk. Oké. Tő, kurva jó zene. De nem beszélek csúnyi. Na mindjárt meghal. Áú, Jézusom. Igen, azért nehezebb, mint egy Asylum Demon vagy egy Gandir. Hát jobban bele kell jönni. Na jó, dobjuk meg Molotovval. Áú, csehét. Molotov! Hát ez gyönyörű volt. Na, erről van szó. A Cleric Beast elpusztult. Swordhunter Badge és 4000 Blood Echo. Illetve még itt van egy pár Quicksilver Bullet. És van egy lámpánk is. Na most van 4 Insightunk. Az Insight az ott jobb felül a Blood Echo alatt található kis szem ikon.
az arra jó, hogy azzal szintén tudunk vásárolni, illetve minél több insightunk van, annál őrültebb a karakterünk, úgymond. És ha úgy tudom, ha szerzel egy insightot, akkor tudsz már beszélni a dollal, aki itt van ugye a Hunter's Dreamben. Tudsz már upgrade-elni, meg ilyenek. Így van. Életre kelt. Igen, ő fog vigyázni ránk. Igen. Rendben. Channel Bladakos és a Bladakok segítségével tudunk szintet lépni. Na, húgy be a szemeidet. Én a Strength-re szeretnék rakni egyelőre kettőt, az életerőre egyet, az Endurance-re kettőt, a Skill-re egyet. Hát nem. Minek Skill, mikor ezt a fejszét használom? Szerintem Strength-re rakom a következőt is. Na, és igazából így néz ki egy level up. The Waking World. Na, itt a messengerek adnak nekünk valamit. Aha, igen, ezekkel a cuccokkal tudom valószínűleg az online játékosokat behívni, közben kinyílt ez az ajtó is. És ezzel is. Ezzel NPC-ket tudok talán bejönni, nem tudom. Nem fogok online-ozni. Itt van Garmin. Te egy új vadász lehetsz. Te az új vadász lehetsz. Üdv a vadászok álmában, ez lesz az otthonod. Én Görmen vagyok, barátja a vadászoknak. Menj és ölj meg egy pár bestiát a saját érdekeidért. Tudod, ezt csinálják a vadászok, hozzászoksz majd. Na, igen, ennél az asztalnál tudjuk fortifyolni a fegyvereket, Bloodstone Shardok segítségével. 3 darab Bloodstone Shard kell, hogy felfejlesszük a Hunter X-et egyenlőre. Úgyhogy fejlesszük. És akkor jobb felül láthatjátok, egyetlen egy van nálunk, és 5 darab kell a következő fejlesztéshez. Meg tudjuk javítani a fegyvereinket, ha már esetleg eltörnének, meg ilyenek. Ide még kell egy workshop túl, itt még nem tudunk semmit se csinálni. Hogy megmenekülj ebből a borzasztó vadászok álmából, előzd meg a bestiák pestisének terjedését. Különben az éjszaka örökké tartani fog. Igen. Igen, itt tudunk vásárolni, de egyenlőre nem akarok semmit sem venni. És szerintem, mivel úgy terveztem, hogy ebbe a videóba még lemegyünk a csatornákba, menjünk vissza. Great Bridge, nagy híd. Mivel van ott egy fontos armor set, amit meg akarok szerezni. Ugye a cleric biztos magyarra, hogy lehetne lefordítani. Lelkész bestia? Vagy pap bestia? Mi ilyesmi? Minden esetre az első bosst megöltük. Oké. A madarakat így öljük meg. Ezt a trollt viszont már itt azért leperrizni. Rajtuk lehet gyakorolni a perrizést, ha nem menne esetleg. De egyébként bármelyik különből le tudjátok perrizni. Kettő Blood Vial. Oda? Mégiscsak át kéne oda menni. Mert arra vannak a csatornák. Na, öljük meg a farkasokat, nem tartott olyan sokáig. Vagy ki tudja, lehet megint meghalok. Hát igen, elég sok HP-juk van azért. Rohanjunk. Nem érdekel, futás. Ha nem használjuk azt az épületet előnyként, akkor sokkal veszélyesebb ellenfelek, láthattátok már az előző részben. Eléggé durván szétrúgták a seggem. 10 darab pebble, és követnek? Jó, nem követnek, nagyszerű. Itt van egy Bloodstone Shard, ennek ülünk, akkor már csak 3 kell, hogy plusz 2-esre fejlesszük a fejszét, és akkor itt másszunk le szépen. Csúszunk le. Csatornázzunk. Ezen a területen van jó pár hasznos tárgy. De én csak egy bizonyos armor set miatt jöttem egyébként. Na, leperriztük, csak a riposztot elrontottuk. Belehalt a fall damage? Aha, azt hittem már nem egy pillanatra.
Hú, na ez a csávó, az mindig meg szokott tölni. Nagyon agresszív, ha nem spammelitek halál, vagy nem perizzétek le. Perizzétek le. Oil urn. Igen. Most pedig ide kéne ugranunk szépen. Thick cold blood, igen, ez a, az a cuccos, ami blood echo-t ad ugye nekünk, ha összetörjük. Nagyszerű. Öljük meg a többi patkányt is. Dobókés egy patkánynál. Ennek nem tudom mi értelme van, de nem sok. Ez olyan, amikor a DS2-ben a, az Aldias Keep-nél azok a kis kobold kutyák, vagy nem is tudom mik azok, dobálják a Black Knight Great Swordot, meg ilyeneket. Mi értelme van őszintén? De nem baj, visszanyerjük a HP-nkat egy kicsit. Igazából a Throwing Knife-ot nem lenne hülyeség felszerelni oda a Molotov mellé. Fel is szerelem. Ide. Jó. Itt van a csatorna végén a cucca, amiért kijöttünk. Pontosan ott. Ez a Hunter Armor Set. A vadász Armor Set. Igen, ott lent is fogunk majd járni. A következő videóban. De egy pillanatra még visszamászunk, mert elhagytam egy-két ellenséget szerintem. De tényleg még nem olvastam el a tárgyleírását a Sword Hunter Badge-nek. Mindjárt az olvasom. Csak még elintézem itt a bestiákat. Igen, amúgy, ha folyamatosan erre egy spammelitek az ellenséget, és megnyomjátok az L1-et, akkor van egy ilyen menőbb támadása a vadászunknak. Egy hirtelen alabárdra vált. Na, vegyük fel a páncélszettet. Egy átlagos vadászfelszerelés. Aha. Aki járna bestiáival száll szembe, annak egész jó a védelme ebben a páncélban. Hunter's Gorb, Hunter's Gloves, és Hunter's Trousers. Igen. Tehát ebben a páncélban fogjuk végigvinni az egész játékot, és ebben a ruházatban, nem tudom, hogy lehetne ezt páncélnak nevezni. Ez nem a Dark Souls. Illetve a Sword Hunter Badge leírását is mindjárt elolvassuk. Ami itt van. Igen. Egy badge, melyet a gyógyító egyház kovácsolt. Ez az ezüst kard szimbóluma a gyógyító egyház vadászainak. Ludwig volt az első a gyógyító egyházi vadászok közül. Sok követője pap volt. Aha. De a legtöbb pap átváltozott. Aha, a papok változtak át a legfurcsább bestiákkel, vagy a legkedetlenebb bestiákkel. Igen, a Cleric Beast is egy volt ezek közül a papok közül. Na most valahogy vissza kéne futni. Ajjaj! Igen, így. Visszamegyünk szépen a lámpánkhoz, és igazából elköszönnék szerintem. Jó, ezeket azért megöljük. Na, tök jó, hogy kettő ütésből meg tudjuk ölni ezt a kabátost is most már. Hát megtudtunk egy pár dolgot ebben a részben, például, hogy a gyógyító egyház miket művelt. Na, ennyi volt ez a rész. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot, illetve iratkozzatok fel. Találkozunk legközelebb is. Addig is sziasztok!